közös járőrözés, a közbiztonság javítása a cél. Még szól a rádió, bizonytalan a Maxi jövője. Intézményi karbantartás, szépülnek az óvodák, bölcsödék. Jó estét kívánok, az Aktuálist látják a Gyöngyösi TV-ben március 12-én pénteken. Jönnek a részletek. Növeli a közös szolgálati órák számát a rendőrség és a gyöngyösi városrendészet a közbiztonság javítása érdekében. Az együttműködésnek köszönhetően ezentúl több járőrpár jelenhet meg az utcákon, főleg a problémás területeken ellenőriznek, az autóbuszpályaudvaron, a Durandában, illetve a nagyobb forgalmú közterületeken. Éppen egy betörés helyszínén járőröznek a rendőrség és a gyöngyösi városrendészet munkatársai. A látvány megszokott, hiszen a két fél között évek óta van közös együttműködés, azonban a közös munka hamarosan még szorosabb lesz. Ferenci Dániel a városrendészet igazgatójának javaslatára a felek egy közelmúltban tartott szakmai egyeztetésen abba állapodtak meg, hogy növelik a közös szolgálati órák számát. Egymás mellett él és váltsuk fel tényleges partneri együttműködéssel, ahol a rendőrség és a városrendészet lényegében egymás munkáját kiegészítve közösen lát el szolgálatot. Megállapodtunk abban, hogy növeljük a közös szolgálati órák számát, így a hét több napján látunk el páros, egy felügyelő, egy rendőr részvételével történő bűnmegelőző és reagáló szolgálatot. Az intézkedés következtében több egyenruhás járőrpáros tud majd jelen lenni egy adott napon, illetve gyorsabbá és hatékonyabbá válik a feladatellátás, mondta az igazgató. Ezek az ellenőrzések ugye a hét több napján fognak megvalósulni, legalább három nap lesz az, amikor közösen látunk el szolgálatot. Elsősorban azok a problémás gócpontokat próbáljuk ellenőrzés alá vonni, amit ugye bejelentések alapján mi is tapasztalunk, hogy egyenruhás jelenlétet igényel, ilyen például ugye a buszmegálló területe, a Duránda, illetve a forgalmasabb központok területei. A közbiztonság javítására irányuló törekvésekben fontos szerepet vállalnak civilként a Gyöngyösváros közbiztonságáért polgárőr egyesület tagja is, tette hozzá Ferenci Dániel, aki szerint a közbiztonság érdemi együttműködésen alapul. Március 1-től postázzák a koronavírus elleni védettségi igazolványokat, többen már készhez is kapták a plasztikkártyákat. Az igazolás érvényességi dátuma a fertőzésből történő felgyógyulást követő 6 hónap. Ha valaki azonban megkapta a védőoltást, a kártyának nincs érvényességi ideje. A jelenlegi jogszabályok még nem adnak egyértelmű iránymutatást arról, milyen jogosítványokkal járhat majd a védettségi igazolvány. A kormány február közepén döntött a koronavírus elleni védettségi igazolvány bevezetéséről. A kormányrendelet alapján háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget, ha valaki megkapta a védőoltást, vagy igazoltan átesett a koronavírus fertőzésen, illetve ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott erről, vagy nem készült erről teszt, és utólag elvégzett ellenanyagvizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltséges. Emellett ki kell fizetni a védettségi igazolvány kiállításának 3000 forintos összegét is. Az igazolás érvényességi dátuma a fertőzésből történő felgyógyulást követő 6 hónap. Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelni az igazolványt, az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, ebben az esetben a kártyának nincs érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza a védőoltás idejét, valamint típusát, vagy a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát. Ha valaki elveszíti, akkor a pótlása 3000 forintba kerül. A védettséget igazoló kártya a személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet igazolni. A jelenlegi jogszabályok még nem adnak egyértelmű iránymutatást arról, milyen jogosítványokkal járhat majd a védettségi igazolvány. Aki idős és eddig nem regisztrált az oltásra, az bátorító levelet kap az országos tisztifőorvostól. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, úgy látják, hogy az idősek beoltására húsvétig sor kerülhet. Péntekre 9011 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 130, többségében idős krónikus beteg.
Csütörtök óta fedett, zárt légterű helyen tartózkodhatnak a B. Braun gyöngyösi gyárának sztrájkoló dolgozói. A hajnali munkabeszüntetés alatt mínusz 7 fokban szabad területen várakoztak a munkavállalók, ezért a szakszervezet arra kérte a cég vezetését, hogy biztosítson fedett helyet a munkát szüneteltető dolgozóknak. A vállalat engedett a kérésnek, azonban járványügyi szempontból nem tartja megnyugtatónak a fejleményeket. Szerintük inkább a munkabeszüntetés időpontját kellene módosítani. Ezeket a képeket még március 10-én szerdán készítettük, ekkor kezdték meg háromnapos sztrájkukat a B. Braun gyöngyösi gyárának dolgozói. Akkor a munkavállalók a cég területén belül, de szabadtéren tartózkodtak a munkabeszüntetés ideje alatt. Azonban az esti és hajnali hideg miatt a Vasas Szakszervezeti Szövetség arra kérte a munkáltatót, hogy lehetőség szerint zárt területen adja a helyet a sztrájkolóknak. A cég beleegyezett, hogy a szakszervezet sátrat állítson fel, azonban ezt már nem tudták megvalósítani. Így a vállalat csütörtök este óta az egyik épület használaton kívüli csarnokában szabadított fel helyet, ahol 20 fokos melegben lehetnek a dolgozók. Mínusz 7 fokban, ahogy ez volt a tegnap hajnali sztrájk alatt, mínusz 7 fokban védőruha nélkül, pihenő nélkül, melegedési lehetőség nélkül 2 órát kínálni az udvaron, az nem egészséges. Én úgy gondolom, hogy a munkáltató ezt belátta, ennek örülünk. És azt is elmondhatjuk, hogy a nyomásnak már van egyfajta hatása, ezt a munkavállalók remekül érzik. A cég beleegyezett a szervezet kérésébe, azonban nem ért egyet a sztrájk időpontjainak megválasztásával. Horn Péter, a társaság vezérigazgatója azt mondta, ők igyekeztek javaslatot tenni a szervezetnek arra, hogy nappali időpontokat válasszon, és ne tegye ki a dolgozókat az időjárás viszontagságainak. Mi folyamatosan azt jeleztük, hogy az évben az időszakában a legbiztonságosabban időjárás szempontjából a nappali időpontokat lehetne talán kiválasztani, és hogy a korábbi sztrájkoknál erre lehetőség is volt, úgy látjuk, hogy ezt most is meg lehetett volna tenni, hiszen például a délutáni sztrájk esetében, ha 2 és 4 óra között történt volna az időpont kitűzés a műszak előtt, az ugyanannyira járható út lett volna, mint hogy a végén, ahogy ez történt 8 és este 10 óra között. A szakszervezet alelnöke szerint azonban a munkáltatónak nem feladata a munkabeszüntetés időpontjának megválasztása. Mi erre azt tudjuk mondani, hogy nem is a munkáltató dolga ez, tehát ez teljesen rendben van, hogy ő nem talál ki időpontokat a sztrájkra, ő neki az a dolga, hogy betartsa a törvényt, biztosítsa az egészséges, biztonságos feltételeket. Hát ez tegnap este 8 órától megvan. Még egyszer mondom, örülünk neki, örülünk, hogy betartjuk a törvényt, örülünk, hogy a munkáltató is betartja a törvényt. A B. Braun vezérigazgatója egyébként járványügyi szempontból sem tartja megfelelőnek a zárt térben tartózkodást, de mint mondta, igyekeznek mindent megadni a munkavállalóknak ahhoz, hogy biztonságos körülmények között várakozhassanak, de a biztonságos feltételek megteremtésében a szakszervezetnek is felelőssége van. Folyamatos előztetés, diplomatot biztosítunk, de az időpontot nem mi választjuk meg, ez a szakszervezet döntése, és csak azt tudjuk tőlük kérni, hogy a járványügyi előírásokat maradéktalanul tartassák be a sztrájkba részvevő munkatársakkal. A sztrájk március 13-án szombatra reggel 6-kor ér véget. A tervek szerint ezután a bértárgyalások újabb fordulója következik, melynek fejleményeiről televíziónk folyamatosan beszámol. Nehéz helyzetbe került Gyöngyös első közösségi rádiója. A pályázati pénzek egy része nem érkezik meg hozzájuk, a cégek pedig a vírushelyzet miatt kevesebbet költenek reklámra. Jelenleg a rádió munkatársai is fizetés nélkül önkéntesen dolgoznak. A Maxi Rádió egyhavi működése a jogdíjjal, a rezsivel és a bérek kifizetésével együtt eléri a 1,5 millió forintot, a bevételük azonban most csak pár százezer forint. Mikola Ferenc főszerkesztő szerint, ha nem kapnak segítséget, akár heteken belül elhallgathat a rádió. Mesélj nekünk néhány gondolatot arról, hogy mi ez a növényi szisztéma, amiről fogunk itt beszélgetni. Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Épp a húsfogyasztás mellőzéséről beszélgetnek az adásban, egy műsorvezetőnek akkor is mosolyognia kell, ha közben bizonytalan a munkahelyének helyzete. Gyöngyös első és jelenleg egyetlen közösségi rádiója is nehéz helyzetbe került, többek között a vírus miatt.
2014 áprilisától a régió első 24 órás közösségi közszolgálati non-profit rádiója, amely heti 75 órányi 15 féle saját gyártású és 15 külsős műsorral informálja és szórakoztatja a lakosságot. Eddig azokat a pályázatokat, amelyeket elértek, meg is nyertek, ám egyre kevesebb pénz érkezett meg hozzájuk, a vírus miatt pedig a vállalkozások sem költenek annyit reklámra, mint korábban. Elsősorban inkább pályázati pénzekből és adományokból tartjuk fönn magunkat. Nagyjából egy ilyen, hát ha normális üzemben megy a rádió, ilyen 1,2-1,1 millió forint a havi költség a rádiónak, és hát most csúnyán ilyen 1-200 000 forintból működik. Jelenleg 22 munkatársa van a rádiónak, mindannyiuk hobbiból, szerelemből dolgoznak. Nem munkának, hanem hivatásuknak érzik ezt, ezért a helyzet ellenére is kitartanak. Sajnos a kialakult koronavírus járvány miatt a legtöbben ugye önkéntesen ingyen dolgoznak a rádióban, és hát sajnos azoknak sem tudunk fizetni, akik ugye főállásban dolgoznak itt a rádiónál. Mikola Ferenc szerint, ha a helyzet nem javul és nem érkezik segítség, a baj ennél is nagyobb lehet. Hogyha belevesszük a forráshiányos pályázattal kezdődő mélyrepülést, ami a választások előtt nyáron történt, akkor így másfél éve durván húzzuk ezt a helyzetet, amit ugye megfejelt erősen a járványhelyzet, ami szintén húzódik már hónapokkal tovább, mint ahogy nyilván mi is prognosztizáltuk, meg vártuk volna, hát most már hetekben mérhető sajnos. Ahhoz, hogy a rádió továbbra is életben maradjon, szükség van a segítségre. A honlapokon minden információ megtalálható, hogy lehet őket támogatni. Akár adó 1%-kal, a cégek esetében pedig a HIPA felajánlásával is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 92.4-en a jövőben is a Maxi Rádió szóljon. Megkezdődtek az intézményi karbantartási munkák az óvodákban és bölcsödékben Gyöngyösön. A polgármesteri hivatal karbantartó csoportja, kihasználva a veszélyhelyzet miatti intézmény bezárásokat, előrébb hozta a nyári felújítási munkákat. Jelenleg 4 óvodában folyik párhuzamosan a munka. Már az új kaput állítják a Visonta úti tagóvoda bejáratánál. A karbantartó csoport teljesen új bejárati kaput készített, a felszerelési munkálatokat végzik. Bent takarítanak az óvoda dolgozói, itt már kifestették a mosdót, az irodát és a konyhát is. A tisztasági festésekkel végeztek, jövő héten még korlátot szerelnek a falra a kicsik biztonságosabb közlekedése érdekében, mondja a városgazda. Hát a tavalyi évhez hasonlóan ismételtem beszólt a éves programunkba a pandémia. Ez azt jelentette, hogy az intézmény bezárások egy hónapja alatt megpróbálunk minden olyan óvodai karbantartást elvégezni, ami elő lett írva. Jókorán felkészültünk rá, úgy tudtunk indulni, hogy teljes gőzzel, teljes létszámmal egyszerre most 4 helyen dolgozunk. Itt a Visonta úti tagavodába, a Platán úti tagavodába, Epreskert útiba, illetve a Fecske úti tagavodában. Javítják és glettelik a falakat festés előtt a Platán úti tagovoda mosdójában és a csoportszobájában is. Itt is felfrissülnek a falak, amíg a bezárás tart. Külső munkákat keveset tudunk elvégezni, hiszen az éjszakai fagyok azért nem teszik lehetővé azt, hogy térbetonozást és más külső munkát végezzünk. A lakatos kollégáink azok folyamatosan dolgoznak kint is, de inkább festésről, belső kőműves festő munkákról van szó. A legszükségesebb karbantartási munkákat az elkövetkező hetekben folyamatosan végzik az ügyeletes intézmény kivételével, de egyetlen gyermekintézmény sem maradt ki, tette hozzá a városgazda. A most elmaradt kültéri munkákat a nyár folyamán fogják elvégezni. A gyak 3 atlétája is részt vett az év első ifjúsági és junior magyar bajnokságán. A fiatalok részben tapasztalatszerzés céllal és részben dobogóra esélyesként érkeztek a versenyekre. A 60 méter, 800 méter és 1500 méteres távokon Makovinyi Attila, Kecskés Barnabás és Tóth Bernadett versenyzéséből 2 érmes helyezés is született. Szabó Gábor edző elmondta, nagyon örül az idei első versenyen elért jó teljesítménynek, de a sérülést sajnálja és reméli, hamar meggyógyul majd Makovinyi Attila lába. A versenyrendszer ezt már évek óta hozza, hogy első nap van az 1005, ami tulajdonképpen nem a főszáma, hanem a 800 a főszáma. A taxikát megbeszéltük, és nagyon jól menni minden. Az ellenfele iramenő, tehát nem gyors ember.
Attila mögötte. Arra kértem Attilát, hogy nagyon figyeljen arra, hogy válassza meg, hogy mikor kezdi el a hajrát, mert ez kulcskérdés. És sajnos kicsit hamar kezdte el a hajrát, hamar előzte meg az ellenfelét. Ennek a következménye is az, ami végül is történt, hogy megsérült, de egy méteren belül szenvedett vereséget a versenytársától, csak utána derült ki, hogy a nagylábúja bizony elég súlyos sérülést szenvedett. Makovinyi Attila lábújtörése miatt már a főszámának tekintendő 800 méteren nem tudott indulni. Tóth Bernadett azonban szintén éremmel zárta a versenyt. 800 méteren indult Berni, és hát nagy örömünkre, meg meglepetésünkre az ország harmadik legjobb ifjúsági 800-asa lett, és attól fogva szárnyakat kapott, és az elmúlt úgy kell visszafognom, mert nagyon szeretne dolgozni, talán többet is, mint amit kell, holott neki is az előző versenyek után, illetve az OB után egy kicsit pihenni kéne, erőt gyűjteni kéne, de nagyon örülök neki, hogy abszolút odaadja magát ezért a sportért, első számú neki a tanulás mellett, mert azt is jól teljesíti. Kecskés Barnabás a 60 méteres távon az ifjúsági mezőnyben a 28. lett, Makovinyi Attila új egyéni csúcsot futva 3 perc 53 másodperccel lett ezüstérmes az 1500 méteres távon a juniorok mezőnyében. Jön a Johnson & Johnson egy adagos vakcinája. Az Európai Gyógyszerügynökség jóvá hagyta a 18 éven felüliek számára az Európai Unióban a gyártó új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagát. Mint írják, az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85%-os hatékonysággal akadályozza meg a súlyos szövődmények kialakulását. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón azt mondta, Magyarország 4 millió 300 ezer adag egy dózisú Johnson & Johnson vakcinát kötött le. Az átlagoshoz képest nőtt a forgalom, de a tavaly tavaszihoz hasonló nagy felvásárlási roham nem volt jellemző az üzletekben az elmúlt napokban. A március 15-i hosszú hétvége miatt ugyanakkor a boltokban vásárlási hullámra számítanak pénteken és szombaton, számoltak be az MTI-nek nyilatkozó élelmiszerláncok. Most jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Közös járőrözés, a közbiztonság javítása a cél. Még szól a rádió, bizonytalan a Maxi jövője. Intézményi karbantartás, szépülnek az óvodák, bölcsödék. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális pénteken. Hétvégén várom majd Önöket a Tallózóban a hét legfontosabb információival, jövő hétfőn pedig ismét friss híradással jelentkezünk majd. Addig is minden jót, kellemes hétvégét, a viszontlátásra!